van. Lovaskocsin járt a körbe a falu házait pénteken este a Mikulás Sióagárdon. 160 kisgyermekes családhoz látogatott el az út során. Minden házba elmegyünk ebbe a faluba, és itt olyan nagyon jó gyerekek laknak, hogy csak ajándék csomagot kap mindenki. Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. A legtöbb gyermek mondókával várta a nagyszakállót. Sióagárdon most először szervezte meg a helyi önkormányzat, hogy a télapó az otthonaikba lepje meg a gyermekeket. Az előzetes tervezésnél volt tényleg a fontos feladat összeállítani az útvonalat, egyáltalán kitalálni ezt az ötletet, és úgy látom, hogy működik is, és tényleg csak tanácsolni tudnám más településeknek is, próbálják ki. Nagyon örülnek a gyerekek azt, hogy házhoz megy a Mikulás. Kétyre az óvodásokhoz is odaért a Mikulás. A gyerekek nem csak dalocskákkal, hanem verssel is készültek a télapónak. Az ajándék zacskókat az önkormányzat támogatásából sikerült megtölteni finomságokkal. Minden évben szoktunk a gyerekeknek karácsony vagy Mikulás környékén vagy játékot venni, vagy valami mást. És most az óvónőknek az volt a kérése, hogy ebbe a csomagba segítsünk be. A szexádi humán szolgáltató nem csak a gyermekeknek kedveskedett a Mikulás ünnepséggel, a rendezvényen minden együttműködő partnerüknek, segítőiknek egy-egy jelképes ajándékkal készültek. A központ külön is díjazta az idei évben kiemelkedő eredményt elért gyermekeket. A mi központunknak körülbelül ilyen 400 családdal van kapcsolata, és hát nyilván ott mindenkinek küldtünk, illetve a kollégák mondták, és hát ezen kívül még ugye a családok átmeneti otthona is a Humán Szolgáltató Központnak egy intézménye, és onnan is jöttek az ott lakók a gyerekekkel. Bonyhádra egészen Vernau testvértelepüléstől érkezett ajándék a télapótól, egy ottani helyi vállalkozó közreműködésével és jóvoltából. A csomagokat a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola két kiválasztott osztálya kapta, az átadásra Vernau polgármestere is eljött. Nyáron keresett meg egy helyi vállalkozó, Brigitte Meyer, aki szokott akciókat, jótékonysági gyűjtéseket szervezni. Azt mondta, szeretné most Bonyhádra szervezni az akciót, mert előtte sem milyen kapcsolata nem volt a testvérvárossal, ezen szeretett volna változtatni. Én megkerestem a bonyhádi önkormányzatnál Köllerné Koch Ilonát, aki a Petőfi Általános Iskolát javasolta a támogatásra. Und so ist das entstanden. Tolnám már hagyomány, hogy a nagycsaládosokhoz érkezik elsőként a Mikulás. Idén sem volt ez másként. A télapó puttonya tele volt ajándékcsomagokkal, amiket a gyerekek versekkel köszöntek meg. Jó pár éve hagyományként ez alkalomból köszöntjük az elsősöket is. Tehát minden évben a Mikulás ajándékot ad még külön azoknak, akik ebben a tanévben kezdték meg tanulmányaikat az általános iskolában. A Mikulás a könyvtár után a Tolnai Kulturális Központot vette célba, ahol nem csak a télapó érkezésre váltott ki izgatottságot a gyerekekből, hanem a játékok széles tárháza is. Népszerű volt a sakk, a kézműves foglalkozás, az ősi ügyességi játékok és a távirányítós autók is. Nekem az tetszett a kocsi, és meg ez. Zsák, zsák, teli zsák, piros a ma aranya. Kismányokon a település életében fontos szerepet játszó Kismányokért Egyesület rendezett Mikulás ünnepséget a gyerekeknek. Illésné Kvéder Margit, az egyesület elnöke elmondta, jelentős segítséget kapnak minden esetben a falu lakóitól a rendezéshez, és az így összegyűlt édességekkel és ajándékokkal tudják a gyerekeket megörvendeztetni. Simon László polgármester azt mondja, a helyi civil egyesület tevékenysége jelentős segítség az önkormányzatnak. Amikor a nagyobb ünnepeket tartjuk, lásd Mikulás ünnepség, vagy majd a karácsonyi ünnepség, a falunapok, vagy egyéb rendezvények, akkor a falu igencsak összefog, és mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy sikeres rendezvényünk legyen. Döbrökközön is várták a Mikulást a gyerekek. A vidám, egész délután tartó programon kézműves foglalkozások zajlottak, és zenés műsoron vehettek részt a gyerekek. Természetesen az est végén megérkezett az ajándékokkal a Mikulás is.